2019 a remények és a változások éve, gyakorlatilag negatív előjellel az 50-es, 60-as évekbeli eseményekkel találkozhatunk, akkor Kárpátaljai Magyarság jogait kiterjesztették, megjelennek az első magyar nyelvű kiadványok, iskolák hálózata jön létre, 2019-ben pedig az ország törvényhozása alapján mindaz, amivel korábban az elmúlt évtizedekben példaértékűként rendelkeztünk a Kárpát-medencében, ez gyakorlatilag összezsugorodóban van. Az oktatási és a nyelvhasználati törvény jelenlegi állapota szerint következő esztendőkben arra kell majd odafigyelnünk, hogy mikor, milyen nyelven beszélünk, és gondolatainkat hogyan fogalmazunk meg. 2019 a választások esztendeje is volt, hiszen elnökválasztások két fordulójára került sor, majd parlamenti és önkormányzati választásokat is tartottunk. Gyakorlati szempontból azt kell mondani, hogy tanúságos volt az esztendő, hiszen mindazok a jogszabályi környezetek, amelyek a magyarság itteni életét szabályozták, ezek megváltoztak. Új körülmények, új feltételek között kell valószínűleg új stratégiával meghatároznunk, mire van szükségünk, mi az, amivel rendelkezünk, és a jövő szempontjából mit tudunk ezekből a lehetőségekből kihozni. 2019 mindenképpen a tanúságok éve is. Egyrésztből tudomásul kellett vennünk, hogy csökkenő népességgel rendelkezünk, sőt előregedő népességgel. A lakosságunk jelentős része az év nagy részét külföldön tölti, tehát a politikai gondolkodásmódban a különböző megszólításokkal, jelszavakkal is eképpen kell operálni. Ma már azt kell mondanunk, hogy nemzeti alapon, öntudatra, szívbéli megfontolásra hivatkozva már nehéz választásokat nyerni. Éppen ezért konkrét, célra törő egyéneket egyenként is megszólító dolgokkal kell a következő évi önkormányzati választások keretében gondolkodnunk, és ezeket kell majd előtérbe hozni úgy, hogy fiatalítjuk önmagunkat is, illetve megszólítjuk azokat az embereket, akik eddig nem vettek részt a politikában. Kulturális esztendőről is volt a 2019-es, hiszen események százai zajlottak Kárpátalján, az egy településre korlátozódóktól egészen az országosokig, és számos új történelmi emlékhelyel is gyarapodtunk, többek között most decemberben II. Rákóczi Ferenc lovas szobra is Beregszászban méltó helyére került. Úgy hiszem, hogy nekünk itt Kárpátalján mindenképpen meg kell fontolnunk, hogy melyek azok a jogszabályi keretek, amelyek rendelkezésünkre állnak, és ezeket maximális módon ki kell használnunk, ezeket ki kell töltenünk, abból a megfontolásból, hogy itt mi őshonos nemzetként jogokkal és emellett kötelezettségekkel is rendelkezünk. A különböző szintű önkormányzatokba delegált képviselőink révén meg kell szólítanunk a többségi nemzetképviselőit is, és meg kell mutatnunk, hogy mi nem egy ukránul nem tudó, Ukrajna európai és euróatlanti integrációját mindenféle okok nélkül akadályozó nemzeti kisebbség vagyunk, hanem egy olyan nemzeti közösség, amely kultúrájával, szokásaival, illetve tudásával is hozzá tud járulni Ukrajna, mint európai ország fejlődéséhez. Ahhoz viszont az a szükséges, hogy anyanyelvünkön sajátítsuk el a tudást, hiszen a Nobel-díjas tudósaink az Amerikai Egyesült Államokban is többek között mindig azzal vágtak föl, hogy a magyar anyanyelvén tudja magát tudóssá tenni. És éppen ezért itt Kárpátalján és Ukrajnában is a nyelvünk az, ami bennünket megkülönböztet, és ezt a nyelvet, az anyanyelvet
elsősorban az iskolában lehet elsajátítani. Egyetértünk abban, hogy az államnyelvet megfelelő, sőt kiváló módon kell művelnie mindenkinek, viszont ez nem azt jelenti, hogy ez az anyanyelven való oktatás skálára kell, hogy menjen. Meg tudunk felelni az állam által támasztott elvárásoknak, hiszen számos akadémikusunk, tudósaink, művészeink vannak, akik perfekt kétnyelvűek. Vel őket is meg kell szólítani, amikor a nemzeti közösségekkel zajló párbeszéd zajlik, hiszen mi, akik 1100 évét a Kárpát-medencében megpróbálunk élni és túlélni, olyan élettapasztalattal rendelkezünk, amely a harmadik évtizedébe lépő Ukrajna számára is fontos lehet. És úgy hiszem, hogy ez a nemzetek közötti párbeszéd és a logikus okfejtések lehetnek azok a kitörő pontok, amelyek az elmúlt esztendőkben a közösségek közötti ellentéteket képesek letisztítani, és egy új, valószínűleg mindenki számára kedvező feltételek mellett a tárgyalóasztalhoz ültetni. Ehhez mi, a magunk részéről, mint nemzeti közösség készen állunk, úgy hiszük, hogy Magyarország kormánya is készen áll, ehhez mindösszesen Ukrajnának van szüksége arra, hogy megfelelő jogalapot teremtve ezeket a tárgyalásokat megkezdje. Gazdasági szempontból is fontosak a fejlesztések, amelyek az elmúlt években itt zajlottak, ezeket mindenképpen intenzívekkel kell tenni. Fejlesztésekre, kisebb vállalatokra, közlekedési folyosókra, utakra van szükség, hiszen az elmúlt napok is azt mutatták, hogy az ország határaink sajnos még mindig nem úgy átjárható, ahogy azokat szükséges lenne működtetni. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténjen, mindkét fél számára megfelelő partneri álláspont szükséges. Ehhez mi is a magunk részéről hozzá tudjuk tenni mindazt, ami szükséges, szaktudást, helyismeretet, illetve közvetítő szándékot is. Úgy hiszem, hogy ha mindezeket összegyúrjuk egy közösbe, akkor mind a két fél, mind a két ország is, mind a két közösség számára pozitívumokat tudunk elérni. Éppen ezért 2020 bizakodás esztendeje kell, hogy legyen újra, és akár csak, ahogy az országgyűlés is meghirdette, a nemzeti összetartozás esztendeje. Abból a szempontból, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencében éljünk bármelyik országban is, egy nemzethez tartozunk, egy nyelvet beszélünk, és egy értéket kell, hogy valljunk. 2020 ezért fontos számunkra, úgyis, mint a nemzeti összetartozás esztendeje.